Köszöntöm nézőinket! Önök a Tornatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Új beruházás Tolnán, fejleszt a mechanikai alkatrészeket gyártó vállalat. Újabb botrány a Szekszárdi strandon, a városvédők távozásra szólították fel Malomsoki Krisztiánt. Kerékpárút Tolna és Faddombori között hamarosan megkezdődnek a munkálatok. 282 millió forintos állami támogatásból fejleszte a mechanikai alkatrészeket gyártó vállalat, a Fastron Hungária Kft. Tolnán. A szerződés aláírásán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Horváth István a térség országgyűlési képviselője is részt vett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztertől vehette át Kovács Krisztián, a Fastron Hungária Kft. Ügyvezetője a kormány támogatói okiratát. Sikerrel pályáztak az állam versenyképesség növelő támogatási programjára. Az autóalkatrészeket és egyéb elektronikai és finom mechanikai eszközöket gyártó cégnek több száz alkalmazottja van. A vészterhes idők ellenére mégis úgy döntöttek, hogy belevágnak egy új, összesen 564 millió forintos beruházásba. Mesterséges intelligenciát vonnak be a termelésbe, robotizált formában, és új összeszerelőgépsorokat vásárolnak. Ehhez 282 millió forintnyi támogatást kapnak az államtól. A következő egy évben eszközberuházást és fejlesztéseket hajtunk végre. A tervezett 1,6 millió euró értékű beruházással technológiai újításokat valósítunk meg, amely lehetőséget fog biztosítani új piacok elnyeréséhez is. Ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az újrainduló gazdasági versenyhelyzetben a lehető legjobb pozícióból tudjanak indulni. Horváth István, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, Tolna megyében több ezer munkahelyet sikerült megvédeni a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhetően. A szekszárdi választó körzetben közel 150 vállalkozás kapott kormányzati támogatást a Covid vírus okozta gazdasági hátrányok ellensúlyozása érdekében. Ez a közel 150 cégnél lévő támogatás mintegy 2000 munkahely megőrzését szolgálta közvetlenül. A támogatói okirat átadása után Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter arról beszélt, hogy a magyar kormány eddig már több, mint 169 milliárd forinttal segítette a magyar vállalkozások fennmaradását, ebből 2,6 milliárd forint Tolna megyébe érkezett. Ebben a beruházási programban, amelyben most a Fastron Hungária is támogatást és segítséget kap, összesen 11 Tolna megyei vállalat kötelezte el magát, összesen 5,3 milliárd forintnyi beruházás mellett. Tehát a következő hónapokban Tolna megyében 5,3 milliárd forintnyi beruházás jön létre, még egyszer mondom, egy olyan időszakban, amikor alig hallunk pozitív híreket a világgazdaságból. Ezzel a támogatással eddig országosan 143 ezer munkahelyet tudtak megőrizni, ebből közel 1400-at Tolna megyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel egy hosszabb beszélgetést láthatnak a régiót érintő gazdasági témákról szerdán 19 óra 30 perckor. Nem mondott igazat a Tolnai Megyeszékhely Sportközpontjának éjjel-szekszárd tagok által kinevezett igazgatója akkor, amikor azt állította, hogy nem használja éjszakánként saját céljára a helyi családbarát strand úszodáit és medencéjét. Az ezt igazoló videófelvételt a helyi városvédők elnöke hozta nyilvánosságra kedden. Szabó Balázs szerint Malomsoki Krisztián ezzel újabb felesleges pénzügyi terhet ró a szekszárdiakra, ezért felszólították, hogy mondjon le tisztségéről. Korábban a városban hatalmas felháborodást keltett, hogy a sportigazgató drasztikus mértékben emelte meg a fürdő belépő jegyeinek árát. Előbb a szekszárdi strand munkatársa, majd maga a szekszárdi sportközpont non-profit Kft. Vezetője Malomsoki Krisztián csúszik le a csúszdán a helyi fürdőben csütörtökön este. A felvételen látszik is a csúszdatoronyra helyezett óra, bőven elmúlt este 8 óra, amikor az élményfürdő hivatalosan már zárva tart. Ezeket a felvételeket Szabó Balázs, a szekszárdi városvédők elnöke hozta nyilvánosságra. A városvédők szerint Malomsoki Krisztián ezzel a gépek járatásával, a világítás működtetésével indokolatlan kiadást okoz az önkormányzati cégnek. A sport non-profit központ igazgatója zárás után a strandon működteti a csúszdának a vízforgatóját, világítását és egyéb eszközöket, és saját célra használja egyik emberével, illetve a biztonsági őrrel, konkrétan a csúszdákra gondolok, az
kriminális, tehát nem találunk erre szavakat. Mondhatnám azt is, hogy Bástya elvtárs feltámadt Malomsoki elvtárs képében. A szekszárdi városvédők elnökének több tanúja is van arra, hogy a csúszda magáncélú használata hetek óta rendszeres. Ács Rezső pénteki hírértékelőjén szintén beszélt az ügyről, ő is megkapta a felvételeket. Azt mondta, reméli, hogy az ilyen szexált frakció által kinevezett sportközpont igazgató nem azért emelte meg drasztikusan a helyi strand belépőinek árát, hogy abból a szexáliak kárára a saját szórakozását finanszírozza. Azt tudni kell, hogy ezen eszközök üzemeltetése, főleg egy személy esetében nagyon drága. Hogyha a költségeket is összeadjuk, akkor jelentős mértékben növekedtek az úszodának vagy fürdőnek a költségei, és ugye mivel rövidebb az idei szezon, mint az elmúlt években volt, hiszen egy nyitott ki maga a fürdő a szokásos időben, és ugye felújítást kellett elvégezni, ezt a város finanszírozta. Én azt gondolom alapvetően, hogy az idei év az egyik leggyengébb, sajnos a fürdő esetében. Aznap írásban mások mellett erről is megkérdeztük Malomsoki Krisztiánt. Az igazgató egyértelműen tagadta, hogy saját célra éjszakánként használja a fürdőt. Köszönöm szépen a megkeresését, mindkét esetben pontatlan az információja. Nem sokkal később televíziónk oldalán felháborodva posztolt. Nézőink között viszont volt, aki őt kérte számon. Valaki azt írta, te csúszdázol munkaidő után, vagy nem? Ennyi a kérdés, a többi csak terelés. A szekszárdi városvédők felszólították Malomsoki Krisztiánt, hogy mondjon le tisztségéről. Kedden újra megkerestük Malomsoki Krisztiánt, aki ekkor már nem tagadta az árás utáni csúszdázást. Levelében azt írta, hogy a sportközpont előző vezetése hozott olyan szabályokat a dolgozók számára, hogy zárás után, miután elvégezték a takarítási munkákat, a kötelező ellenőrzéseket fürödhessenek. Malomsoki Krisztián arra viszont nem tért ki, hogy a fürdőzésen túl miért használják a csúszdázáshoz szükséges vízkeringető rendszert. Kerékpárút épül Tolnától Faddomboriig. Az építkezések hamarosan kezdődnek, és jövő március végéig kell befejeződniük. A kerékpározók a Duna partján tudnak majd eljutni Tolnáról Fadra és Domboriba. Még 2015-ben pályázott két település, Tolna és Fad önkormányzata a kerékpárút építésére. Appelshofer Ágnes, Tolna polgármestere szerint már az alapkőletétel sincs messze. A kerékpározók az út jobb oldalán 10 km hosszan tudnak majd közlekedni Tolnáról Fadra és Domboriba. Most volt lehetőség arra, hogy pályázatot nyújtsunk be. Ugye ez a területi operatív program kereteiben még 2015-ben nyújtottuk be a pályázatot. És hát most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag le fogjuk tenni napokon belül az alapkövet, és átadjuk a munkaterületet. Az előkészületek sokáig tartottak, mivel területvásárlásra is szükség volt, és az építkezés melletti földtulajdonosokkal is meg kellett egyeznie az önkormányzatnak. A kerékpárút megépítésére 270 nap áll rendelkezésre, és a projekt közel 570 millió forintba kerül. Örömmel számolok be arról, hogy napokban alá fogom írni a kivitelezővel a szerződést. Már döntöttünk arról, hogy a többletköltségeket egyelőre mi vállaljuk, tehát a két település önkormányzata, de többlettámogatási igényt fogunk a minisztériumhoz benyújtani. A most megépülő kerékpárút a projekt első eleme. Appelshofer Ágnes azt is mondta, hogy a jövőben egy hasonló útszakaszt szeretnének Szekszárd és Tolna között is megvalósítani. Tavaly közel 300 olyan baleset történt Tolna megyében, amiben megsérült valaki. Ezek közül 34 esetben a kerékpáros okozta a balesetet. A rendőrség szóvivője felhívta a figyelmet, hogy fontos betartani a közlekedési szabályokat, és a védőeszközök használata is javallott, mert azokkal megelőzhetőek a tragédiák. Az óra is betörött annak a 12 éves fiúnak, aki Bátapátiban biciklizett, majd elesett. Egy 30 éves kerékpáros is súlyosan megsérült Bogyiszló külterületén az aszfaltborítású töltésen, amikor elvesztette az egyensúlyát és elesett. Az elmúlt időszakban több kerékpáros szenvedett balesetet Tolna megyében. Legutóbb Bátaszéken ütközött egy biciklis egy autóval. Itt a kerékpáros szabálytalankodott, mivel a kerékpárút végéhez érve keresztbe áthajtott az úton, és a védett úton közlekedő autóval összeütközött. A balesetben senki sem sérült meg. Három évvel ezelőtt azonban nem volt ilyen szerencséje annak a kerékpárosnak, akit egy autó ütött el Szekszárdon. A baleset a Damjanics utca szekszárdi elkerülő szakaszán, a felüljáró és a Kesejűsi út találkozása közötti szakaszon történt. A mentők próbálták újraéleszteni a férfit, de már a helyszínen életét vesztette.
Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrkapitányság szóvívője azt mondja, ilyenkor nyáron megszaporodnak a biciklis balesetek, ezért minden közlekedésben résztvevőt fokozott óvatosságra és a szabályok betartására int. Az egyik ilyen szabály, hogy a biciklisek kötelesek a kerékpárúton haladni ott, ahol van. Ha pedig nincs ilyen kialakítva, akkor bizonyos esetekben a járdán is biciklizhetnek. Abban az esetben, hogyha az úttest nagyon nagy forgalmú, én például a Tarcsai Vilmos utca, ahol ugyan van kerékpárút egy részen, de ahol nincsen, ott mehetnek a járdán, csak kizárólag úgy, hogy a gyalogosokat nem zavarják, illetve betartják a sebességhatárokat, maximum 10 km/h sebességgel közlekednek a járdán. A kerékpárosok minden egyéb esetben az úttesten kötelesek közlekedni, a jobbra tartás szabályainak betartásával. Fontos regula továbbá, hogy lakott területen kívül 12 éven aluli gyermek csak felnőtt jelenlétében biciklizhet. Láthatósági mellényt és egyéb védőeszközöket pedig javallott viselni. Ha valaki lakott területen kívül, sötétben, nem megfelelő látási viszonyok között közlekedik, akkor kötelező a mellénynek a használata. Azonban nagyon ajánlott az, hogy mindenki védőfelszerelésként bukós isakot használjon, hiszen az megóvhat bennünket az esetleges sérülésektől, illetve akár a tragédiáktól is. 2019-ben közel 300 sérüléses baleset történt Tolna megyében, ezekből 34 esetben volt a kerékpáros a felelős a balesetért. Idén pedig az első 6 hónapban történt 115 sérüléses balesetből 18 esetben okozta a biciklis a balesetet. Nyaralás közben is elővigyázatosnak kell lenni, és be kell tartani a koronavírus miatt bevezetett óvintézkedéseket, hívta fel a figyelmet Szűcs Mária, a Balassa János Kórház orvosigazgatója. A veszélyhelyzet megszüntetésétől mindenki fellélegzett, de nem szabad elfelejteni, hogy világjárvány van. A járvány még nem csengett le. A külföldi nyaralásokkal nőhet annak a veszélye, hogy a betegség újabb hulláma éri el hazánkat, hiszen a probléma mindig abból adódik, hogy a különböző járvánnyal érintett területekről érkezett emberek találkoznak. Ekkor óhatatlanul is kicserélődnek a kórokozók az emberek között, vagyis azt mondhatjuk, hogy bármi, bárhonnan, bármikor, bárhova behozható, mondta Szűcs Mária orvosigazgató. Az, aki külföldre megy most nyaralni, mindenképpen javaslom, hogy tekintse meg a célországnak a járványügyi helyzetét. Remek honlapok vannak, ahonnan nagyon egyszerűen, könnyen térképes megoldásból lehet tájékozódni, tehát nyelvismeret nélkül is nagyon értékes információkhoz lehet jutni. Pillanatnyilag nincs egy olyan ország sem, ahova tilos lenne belépni, de a karanténszabályok napról napra változnak, így érdemes folyamatosan figyelni ezeket annak, aki külföldre tervezi a nyaralást. Egy a biztos, Magyarországon nagyon jó a járványügyi helyzet, ezt látjuk az adatokból, és nagyon javaslom mindenkinek, hogy hazánk tájait fedezze fel, itthon nyaraljon biztonságba, úgy, hogy az egészségére is tud vigyázni, megőrzi és felfrissülve fog hazaérni. Azzal, hogy a veszélyhelyzetet feloldották, a veszélyeztetettség nem csökkent a nullára, tehát azok a korlátozások, amiket annak idején bevezettek, távolságtartás, maszkviselés és a csoportosulás elkerülése változatlanul fennállnak. Nagyon lényeges és nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket. Ezen kívül nem tudjuk eleget hangsúlyozni, hogy a készhigiéniának milyen óriási szerepe van a fertőzés visszaszorításában, mondta Szűcs Mária orvosigazgató. Beteg gyerekeknek segítenek Pakson. Műanyag üvegek kupakjait gyűjtik majd kihelyezett szív alakú tárolóban a Benedekelek óvoda Meseváltag intézményében. A gyermekek nagy örömmel vették birtokba az új eszközt, ami szülői felajánlásnak köszönhetően érkezett az óvoda udvarára. Hogy a betegeknek el kell vinni a szívecskéket, és ha elvisszük, akkor sok pénzet kapunk érte, és a betegeknek odaadjuk a pénzet. Az óvodás gyermekek már jól tudják, ha a kupakokat összegyűjtik, akkor betegséggel küzdő társaikon segíthetnek. Természetesen az intézmény óvodapedagógusai ezen kívül a környezetvédelemre való nevelés kapcsán is fontosnak tartják évek óta a kupakok gyűjtését. Ne eldobáljuk ezeket a műanyag kupakokat, hanem beszéltünk itt a gyerekekkel az óvodában már régóta arról, hogy a kupakokat újrahasznosítják, és hogy mik azok a tárgyak, amiket készítenek belőle. Többek között például popsi csúszkát is, amivel mi csúszkálunk télen. A Mesevár óvodába járó két gyermek apukája kereste meg az intézmény óvodnőjét, hogy a munkahelyének a Dunaföldvári Malomnak köszönhetően szívesen készítenének el egy tartós kupakgyűjtést.
gyűjtőeszközt, amivel még inkább ösztönzik a gyermekeket a műanyagok gyűjtésére. Mi arra gondoltunk, hogy itt az óvodában több helyen papírdobozban és egyéb helyeken gyűjtenek kupakot, és arra gondoltunk, hogy ennek valamilyen szebb formáját megtesszük, és szerencsére van olyan ügyeskező szakember a cégünknél, Slámer István, aki magára vállalta ezt a feladatot, hogy elkészíti, mi biztosítottuk hozzá neki az eszközöket, anyagokat, és hát ebből született meg ez a kupakgyűjtő szív, ami azt gondolom, hogy egy maradandó, illetve egy megfelelő lehetőséget is biztosít a kupakoknak a gyűjtésére. Több ezer darab kupak belefér a gyűjtőbe. A felajánló zsákokban mérve 10 lisztes zsákra tippeli a szív befogadó képességét. Az összegyűjtött kupakok minden alkalommal egy-egy beteg gyermek gyógyulását segíti majd. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyéből. Aránytalan elosztásról beszél a pécsi ellenzék, döntés a civil támogatásokról a Városházán. Az akácméz mintegy felét tudták csak kitermelni, betegségek is támadhatják a méheket. Motoros technikai képzés és polgárőrök oktatása, Pogányban várták az érdeklődőket a hétvégén. Félti a civil szervezetek működését a pécsi ellenzéki oldal. Azt kifogásolják, hogy aránytalanul kevés támogatást kapnak az önkormányzattól azok, akik már évek óta sikeresen működtetnek közösségi házakat a Baranyai megyeszékhelyen. Most a tevékenységük kerül veszélybe, ami az egyes városrészek közművelődési feladatainak leépülését is jelenti. A városvezetői oldal szerint minden évben keveslik a támogatást az egyes szervezetek, azonban megvan kötve a kezük, csak a rendelkezésre álló pénzt tudják szétosztani, többet nem. Ilyen mérték aránytalanságot nem indokolnak a beszámolók. A civil szervezeteknek megítélt önkormányzati támogatásokról mondta ezt az önkormányzati képviselő a Kulturális Bizottság hétfői ülésén. A Városháza, a civilek tevékenysége, az elért emberek száma az ingatlan fenntartás alapján ítélte oda az összegeket egy korábbi közlemény szerint. Ennek arányait kifogásolja az ellenzéki oldal. Olyan, hogy mindenki meg legyen elégedve egy ilyen elosztással, olyan szerintem sosincs, és csak úgy csendesen megjegyzem, hogy a korábbi években sem vártam olyan baromi nagy egyeztetést ezek. Ugyanis megmondom, hogy miért. Nem rólom föl nagyon a városvezetésnek, mert az van, hogy a pénz mindig kevés, és valakinek döntést kell hozni. Tehát ha egyeztetgetünk, akkor mindenki azt mondja, hogy az a pénz, amit nekem akartok adni, az tudni biztos, hogy nem elég nekem. Ennyi pénzt tudtak erre fordítani, ez van, mondta a bizottság tagja, a város civil kapcsolatokért felelős tanácsnoka. Az ellenzék szerint az aránytalan támogatási rendszer miatt több városrészben ellehetetlenülnek a közösségi házak. Például a Kertvárosban, amelyik egy 60 ezeres, közel 60 ezeres városrész, gyakorlatilag egyetlen egy civil szervezet kapott csak támogatást, és az is így 500 ezer forintot. Mondhatni, hogy 60 ezer embernek a közművelődése ennyit ér pécsi városvezetésnek, de hasonló a helyzet a keleti városrészben, hogy olyan szervezetek, akik 3-4 közösségi házat működtetnek Meszesen, vagy éppen Vasas-Somogyhírden, ők is így 500-500 ezer forintot kaptak, amivel gyakorlatilag ellehetetlenülnek. A civil szervezetek működésére most 16 millió forintot osztott szét az önkormányzat. Ebből az összegből a nevelőkháza kapott 5,5 milliót, a többit 500 ezer és 1 millió forint közötti összegeket a többi szervezetnek juttatták. A támogatásokról szó lesz még a héten, hiszen a bizottsági javaslatot a szerdai rendkívüli közgyűlésen ismerhetik meg a pécsi képviselőtestület tagjai. Az átlagos méztermés mintegy felét tudták csak előállítani a baranyai méhészek. Az idei évben ugyanis a hirtelen tavaszi fagy óriási károkat okozott az akácosokban. A szakember szerint előfordulhat, hogy már 2021 elején nem lesz kapható ez a fajta méz. A kevesebb termés mellett egy a méhekre halálos betegséggel is számolniuk kell a méhészeknek. Jóval kevesebb akácmézet termeltek idén a méhészek. A márciusi fagyok ugyanis több akácosban is hatalmas károkat okoztak. Emiatt az árakban is emelkedés mutatkozott, már most többe kerül ez a fajta méz a piacokon, sőt a felvásárlási árak is magasabbak lettek. A szakember azt mondja, elképzelhető, hogy a jövő év elejére már nem lesz kapható a termelőknél akácméz. Azt lehet mondani, hogy ilyen 10 és 15 kg körüli átlag, ez a mindenkori Baranya megyei termésnek, átlagtermésnek a fele. De ezzel a gyenge eredménnyel az országon belül mi még jó helyen vagyunk,
ugyanis az ország többi részén még kevesebb termés született. Az akác után a hás is kevesebb nektárt adott, ebben az esetben azonban a szárazság miatt lett kevesebb a termés, de a napraforgóból még várható nagyobb mennyiség. Nem csak a kieső termés miatt aggódhatnak a méhészek, a napokban zárlatot rendeltek el Pécs területén a méhekre vonatkozóan. Ismét felütötte a fejét ugyanis az úgynevezett nyúlós költésrothadás, ami a nektárgyűjtő rovarok fiasítását támadja meg. A betegséget okozó baktérium ellen nincs gyógymód, így a fertőzött családokat ki kell írtani. A kór tovább terjedését megelőzendő a járási főállatorvos mézárlatot rendelt el a Baranyai megyeszékhelyen. Nem érinti a méhészek esetében a méznek a felvásárlását, kizárólagosan csak is annál a méhésznél, akinél a betegséget megtalálták, mert azt a mézet nem lehet eladni, emberre nem veszélyes, semmilyen következményekkel nem jár, hogyha az ember érintkezik vele, vagy találkozik vele. Ez kifejezetten csak is a méheknek a fiasítását, azaz az utódokat betegíti meg az a baktérium. Az állat idején a méheket nem lehet vándoroltatni oda, illetve el arról a területről, ahol ez érvényben van. Egy pécsi cég egyébként néhány hónapja kezdte meg a kutatást egy a nyúlós költésrothadás elleni szer kidolgozására vonatkozóan, ami a tervek szerint teljesen bio lesz, így minden méhész használhatja majd. Hogyan közlekedhet biztonságosabban a motoros az utakon? Mire kell figyelnie? Mik azok a technikai tudnivalók, amik segíthetik a balesetek elkerülését? Ezekre kaphattak választ azok az érdeklődők, akik részt vettek a Pogányi Reptérre szervezett motoros napon a hétvégén. Itt a Baranya megyei polgárőrök és a rendőrök segítettek a civileknek a vezetés technikájuk fejlesztésében. Motorosok a Pogányi Reptéren kijelölt ügyességi pályán szombaton. Itt tartották a megyei rendőrök és polgárőrök szervezte motoros napot, ahol vezetéstechnikai tréninget is tartottak a civil jelentkezőknek. Megpróbáljuk megtanítani a laza, könnyed motorozást, ugye, aki egy kicsit tart tőle, meg annak azért ez is segít, de nyilván a saját motoromnak a megismerését, a fék használatot, a biztonságos kanyarodást, és ugye program részeként ugye előbb-utóbb a megállás és a vészfékezés is benne van, tehát minden olyan, ami szükséges ahhoz, hogy az ember könnyeden lazán tudjon motorozni. Mondja az egyik résztvevő, aki fontosnak tartja, hogy biztonságosan tudjon motorozni, ezért jött el a tréningre. A motoros tagozat is ugye érintett ebben a programban, számunkra nagyon fontos, hogy mi is motorosok vagyunk, a motorosok biztonsága az számunkra igen fontos feladat. Azt vettük észre az a tapasztalat, hogy most nagyon magas a sajnos a baleseti statisztika, és próbálunk ezzel ellen tenni, hogy segítünk nekik azokban a technikáknak az elsajátításában, amivel megelőzhetők a balesetet. De nem csak ez volt a célja a hétvégi eseménynek, mondja a megyei szövetség elnöke. Három komolyabb programja van ennek a napnak, vagy ennek a két napnak. Az egyik a polgárőröknek a képzése, a másik a civileknek a bevonása a polgárőr, illetve a rendőri tevékenységbe, a harmadik pedig az, hogy toborozzunk polgárőröket, hogyha olyan embereket találunk itt a motorosok között, akik mi is úgy gondoljuk, hogy alkalmasak, akkor azokat az embereket bebírjuk vonzani az egyesületbe, és növeljék a létszámot. És ne csak a létszámot növeljék, hanem magát a szakmai tudást is elsajátítsák. Eddig a járványhelyzet miatt nem tarthatták meg a polgárőrök rendszeres éves képzését. A szigorítások lazítása után azonban megszervezték az oktatást a kollégáiknak, amit kiegészítettek a rendőrökkel összefogva a motoros nappal július 2. hétvégéjére. És végül nézzük fontosabb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Új beruházás Tolnán, fejleszt a mechanikai alkatrészeket gyártó vállalat. Újabb botrány a szekszárdi strandon, a városvédők távozásra szólították fel Malomsoki Krisztiánt. Kerékpárút Tolna és Faddombori között hamarosan megkezdődnek a munkálatok. Szerdán alapvetően napos, kellemesen meleg idő valószínű, csak időnként borulhat be az ég. Csapadék nem valószínű, napközben akár 28 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!